Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Sokan szeretnének pénzt váltani, vagy azért, mert utaznak valahová, vagy azért, hogy biztosítsák magukat arra a helyzetre, hogyha a forint árfolyama drasztikusan zuhanna, vagy pedig szimplán csak azért, mert szeretnének valahová pénzt utalni. Mindegy, hogy valutáról vagy devizáról beszélünk, mindenki számára kulcsfontosságú, hogy minimalizálni tudja az átváltással járó költségeket. Ezért aztán arra gondoltam, hogy a mai videóban összegyűjteném nektek mindazokat a módszereket, amiket én ismerek, és ezáltal megosztanék veletek arra, hogy minél sikeresebben tudjatok pénzt váltani. Kezdjünk is talán a valutával, mert szerintem az azért egy picit egyszerűbb. De itt zárójelben megjegyezném, mi is az a valuta és mi is az a deviza. Nos, a valuta nem lenne más, mint a tényleges külföldi készpénz, tehát az a külföldi pénz nemben levő készpénz, amit a kezedbe tudsz fogni, ezzel szemben pedig a deviza minden más, tehát a külföldi pénz nemben értendő pénzhelyettesítő, aminek a leggyakoribb példája, hogyha például van egy bankszámlád, amit más pénz nemben vezetsz, mondjuk euróban, dollárban, vagy épp amiben. Zárójel bezárt. Szóval valutaváltás. Itt három dolog nagyon fontos. Az első, hogy ahová megyünk, ott ugye jó árfolyamon váltsanak. A második, hogy ahová megyünk pénzt váltani, ott a költségek, amiket fel fognak nekünk számítani, minél alacsonyabbak legyenek. És harmadik, ami ugyancsak nagyon fontos, és talán a legfontosabb, hogy olyan helyen váltsunk pénzt, ami megbízható, tudjuk, hogy a pénz, amit kapunk, az nem hamisított lesz, hanem tényleges valódi pénz lesz. Alapszabályként elmondható, hogy a bankok váltanak a legrosszabb árfolyamon, bár 100%-osan megbízható, hiszen hogyha bementek, akkor tudjátok, hogy biztos, hogy nem hamisított pénzt fogtok kapni, viszont ennek megvan ennek a kényelemnek az előnye, hogy besétáltok a sarkon az egyik bankba és váltotok, ők alapvetően elég rossz árfolyammal dolgoznak. Na és akkor mi lenne itt az én tippem? Körülbelül 8 éve lehet már, hogy találtam egy weboldalt, ami azzal foglalkozik, hogy összegyűjti az összes aktuális árfolyamot a magyar pénzváltókból. Nem gondolom, hogy 100%-os a fedése, de én nekem eddig még tökéletesen működött. Én ugye alapvetően Budapesten lakok, tehát lehet, hogy egy kisebb településen már nem szerepel rajta az összes pénzváltó, viszont csak Budapesten tucatnyi pénzváltót sorol fel, szerintem még lehet, hogy több mint 100-at is. Na de hogyan is használom ezt az oldalt? Tételezzük fel, hogy nekem euróra van épp szükségem. Felmegyek az oldalra, rákattintok az euróra, ahol ki fogja nekem listázni, hogy épp aktuálisan az országban mely pénzváltók váltanak a legjobb árfolyamon eurót. Így aztán nincs is más teendőm, mint megkeresni, hogy mely pénzváltó van hozzám a legközelebb, és ott váltanom pénzt. Ez tehát egy nagyon egyszerű módszer, hogyha készpénzt szeretnétek váltani, mi sem egyszerűbb, mint felmentek erre az oldalra, megnézitek épp aktuálisan, hol váltanak a legjobb árfolyamon, besétáltok és átváltjátok azt a pénzt. És egy extra tipp a pénzváltókhoz. Nem tudom, ti tudtátok-e, én korábban nem tudtam, úgyhogy úgy vagyok vele, hát hogyha más sem, és ezért megosztom veletek. Szóval, hogyha elég komoly az összeg, amit bevisztek átváltás céljából, akkor meg lehet kérdezni, hogy adnának-e nektek valamilyen kedvezményt. Na de mi is ez az összeg? Itt nem pár százezer forintról beszélünk. Azt mondanám, hogy az alsó határ valójában ilyen 500 000 forint, de inkább 1 000 000 forint, ahol már annyira tetemes összeget visztek be, hogy nekik is érdekük, hogy náluk maradjatok, és ott váltsátok át a pénzt. Ezért aztán bátran meg lehet kérdezni, hogy milyen kedvezményt tudnak biztosítani számotokra, ha ezt az összeget ti itt most átváltjátok. Ami velem már megtörtént, hogy kaptam kedvezményt az árfolyamból, pár fillér, pár tíz fillér, de ugye amikor már ilyen tetemes összeget vált az ember, azért az is jelentős tud lenni, vagy éppen elengedték a költségeket, az átváltási költségeket. Mindazonáltal persze előfordult az is, hogy ott voltak ezenben az 1 000 000 forint, és azt mondták, hogy nem tudnak most semmilyen kedvezményt adni nekem, nem fognak semmilyen kedvezményt adni nekem, mert annyira jó az aktuális árfolyam, hogy ebből már nem tudnak semmilyen kedvezményt adni. Tehát ezt ne vegyétek biztosnak, csak attól, hogy besétáltok 1 000 000 forinttal, nem biztos, hogy adnak kedvezményt, de érdemes megpróbálni. Na és akkor jöjjön a deviza, ami egy kicsit trükkösebb. Itt is alapszabály, hogy szeretnénk minél kevesebbet fizetni az átváltásért, minél jobb árfolyamot szeretnénk kapni. És itt is nagy általánosságként elmondható, hogy a bankoknak ugye az a biztonsága, hogy biztosan átváltják a pénzt, nem lépnek le vele, ott van mögöttük tényleg egy tőkeerős bank, amikor váltasz. Nos, ezt a biztonságot meg kell fizetni, ezáltal ők váltanak a legrosszabb árfolyamon. Na és pontosan ezek miatt, a magas költségek miatt jöttek létre az olyan cégek,
cégek, mint a Currency Fair vagy éppen a TransferWise. Ezek a cégek arra alapoznak, hogy összegyűjtenek olyan tranzakciókat, amelyek éppen ellentétes igényűek. Tehát tételezzük fel, hogy valaki magyar forintról szeretne váltani amerikai dollárra, vagy épp fordítva, amerikai dollárról magyar forintra. Megvárják, míg ez a két tranzakció befut, és itt végzik el a átkonvertálást úgy, hogy ugye minél kisebb költség merüljön fel. Mivel nem vagyok nagy technikai guru, ezért nem fogok belemenni a részletekbe, hogy mindez hogy oldják meg. A lényeg mindösszesen annyi, hogy azáltal, hogy összepárosítják ezeket a tranzakciókat, le tudjak minimalizálni annak a költségét, amit végül ugye kiszámláznak nekünk az átváltás költségeként. Ezzel a módszerrel egyébként több ezer, de akár több tízezer forintot is lehet spórolni a banki átváltással szemben. De mennyire biztonságosak ezek a cégek? Nos, elmondható, hogy nem áll mögöttük tőkerős bank, úgyhogy annyira sosem lesznek biztonságosak, mint egy bank. Viszont mára-már a Currency Fair és a TransferWise olyan hatalmas cégekké nőtték ki magukat, olyan cégek adnak nekik hátulról támogatást, hogy bátran elmondható, hogy veszélyesnek már semmiképp nem minősülnek ezek a tranzakciók. Mindemellett pedig ezekre a cégekre is vonatkoznak komoly pénzügyi előírások. Na de hogyan is működnek ezek az oldalak? Első lépésben be kell regisztrálnotok, aminek az egyik lépése az az, hogy ők le fogják ellenőrizni a személyi azonosságodat. Miután ők beazonosították, hogy te valóban egy létező személy vagy, az vagy, akinek mondod magadat, kapsz egy azonosító számot. A jövőben, amikor utaz majd a Currency Fair vagy TransferWise számlára, mindig meg kell adnod ezt az azonosító számot, hogy úgy tudják, hogy tőled jött a pénz, és a te kis félretett számládra rakják rá. Miután ráutaltad a pénzt az oldalra, nincs más teendőd, mint hogyha éppen aktuális árfolyamon szeretnéd átváltani, akkor átváltsd a pénzt, vagy például, amit én szoktam csinálni, az az, hogy elküldök egy összeget erre a számlámra, és ott parkolom mindaddig, míg az árfolyam kedvező lesz ahhoz, hogy átváltsam. Én nekem jelenleg is van ott egy összegem, ami arra vár, hogyha esetlegesen a forint árfolyama esne, akkor átváltsam frankról forintra, úgyhogy én ezt a második módszert szoktam alkalmazni. Az utalás költségeiről annyit említenék meg, hogy amikor ráutalod a pénzt a Currency Fair-es vagy TransferWise számládra, az ugye nem kerül pénzbe, ugyanis ezeknek a cégeknek az adott országban van saját bankszámlájuk. Nem is tudom melyik banknál, talán a Raiffeisennél van az egyiknek, tényleg fogalmam sincs, ez nem is számít a sztori szempontjából. Tehát ha csak a saját bankod minden egyes utalásra, amit véghez viszel, nem számít fel neked valamilyen díjat, akkor ez ingyenes lesz. Majd ugye átváltod a pénzt, ennek lesz egy költsége, amit az oldal mutatni is fog neked, és amikor kiutalod a pénzt, annak lesz még egy költsége, amit ki kell fizetned, ez nem is tudom, ilyen pár száz forintos tétel, ezt is mindig mutatni fogja neked az oldal. Mennyi ideig tart? Ezt a módszert senkinek nem javasolnám, akinek sürgősen más pénznemben szüksége lenne pénzre, ugyanis csak a ráutalást tart, míg lekönyvelik egy-két napig, utána ugye átváltod az aktuális árfolyamot, majd a kiutalás is körülbelül egy-két napig tart, tehát azt mondanám, hogy valahol ilyen 4-5 nap a minimális átfutási ideje. Meg lehet gyorsan is csinálni, viszont hogyha gyorsan csinálod, olyan hatalmas költségekkel jár, hogy teljesen elveszíti az egésznek a lényegét, úgyhogy ez a módszer azoknak felelne meg, akik mondjuk, tényleg ahogy korábban is mondtam, van egy kis félretett pénzük, éppen aktuálisan jó az árfolyam, szeretnének pénzt átváltani egy másik ország pénznemébe, vagy tudják, hogy jövő nyáron mennek nyaralni, de nem fogják Európát elhagyni, ezért most, hogy kedvező épp az euró árfolyama, amikor majd épp váltják, akkor azt mondják, hogy rendben, most épp december 10-én átváltjuk, hogy majd júniusban ott legyen nekünk az euró, és már ne kelljen vele foglalkozni. Tehát az olyan embereknek, akik mondjuk pár héten belül van szüksége pénzre, szuperül megfelel, akinek azonnal van szüksége pénzre, ezt a módszert nem javasolnám. Ezeknek a cégeknek egyébként van telefonos applikációjuk is. Előfordult már velem, hogy az árfolyamok, amíg dolgoztam a munkájában, olyan dramatikusan változtak, hogy azonnal pénzt szerettem volna váltani, és akkor tényleg a telefonomon gyorsan átváltottam a pénzt, úgyhogy léteznek telefonos applikációk, és azon is nyugodtan lehet pénzt váltani. Na de miért is használok két applikációt, és nem pedig csak egyet? Ennek nem lenne más az oka, mint hogy máshogy számolja a két cég a költségeket, és anélkül, hogy mélyen belemennék, azt tudom mondani, hogy körülbelül valahol olyan 200 ezer forintnál van a lélektani határ, hogyha kevesebb, mint 200 ezer forintot szeretnétek átváltani, akkor a TransferWise lesz az olcsóbb, míg hogyha 200 ezer forint felett van ez az összeg, akkor a Currency Fair éri meg jobban. Mára már egyébként a TransferWise Currency Fair
rengeteg szolgáltatással rendelkezik, azt hiszem már Magyarországon is lehet igényelni ezt a kártyát, amivel aztán nem kell kiutalnotok sehová a pénzt, hanem annak segítségével közvetlenül fel tudjátok használni mondjuk a dollárotokat, illetve vannak egyéb cégek is, de mondom, én ezt a két céget használom, és erre a célra, amit elmondtam, többnyire, hogyha nekem van frankom, és azt szeretném hazautalni Magyarországra forintba, akkor ezeket a szolgáltatásokat, ezeket az oldalakat veszem igénybe rá. Extra tipp a külföldi internetes vásárlás esetére, tételezzük fel, mondjuk az Amazonról akartok rendelni valamit. Nos, itt pont az ellentétje mondható el a korábbiaknak, mégpedig, hogyha a bankot kéritek meg, hogy majd ő váltsa át nektek az árfolyamot, alapvetően azt lehet mondani, hogy a legtöbb bank esetében jobban jártok, mint hogyha az Amazont kérnétek meg, vagy az épp adott oldalt, hogy ő váltsa át az árfolyamot, ugyanis ezek az oldalak általában rosszabb árfolyamon fognak nektek váltani, mint hogyha hagynátok, hogy majd a bankotokat ugye beterheljék mondjuk amerikai dollárba, és majd a bank váltsa át nektek az éppen aktuális árfolyamon. Ennyit szerettem volna nektek a pénzváltásról mondani. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtátok. Hogyha igen, akkor kérlek lájkoljátok, és ha szimpatikus vagyok, de még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor kérlek iratkozzatok fel. Sziasztok!